Jó napot, honvédek! Az ünnepi ezred sorakozó után Fucskó Sándor vezérőr nagy a honvédség összhaderőnemi parancsnoka köszöntötte a katonákat és méltatta teljesítményüket. A légvédelmi közérfegyvernem számos átszervezést ért meg, számos diszlokációt és névváltozást hajtott végre. De a fegyvernem tovább él, önök testesítik meg azt a szakmaiságot, amit a légvédelmi tüzér és légvédelmi rakéta fegyvernem megalapozott az elődök által. Az előjáró beszédet követően tréfás tüzéravatás következett. Azt a 10 katonát avatták, akik idén augusztusban éles lövészetet teljesítettek Lengyelországban. Amennyiben jelen fogadalmamat megszegem, amennyiben jelen fogadalmamat megszegem, húsúcsolja rám bajtásai megvetése, húsúcsolja rám bajtásai megvetése, és a volt generális kocsma törzsvendégeinek haragja, és a volt generális kocsma törzsvendégeinek haragja. Persze, a lövészethez éles látásra van szükség, ehhez pedig mi más dukál, mint a jól bevált célzó víz a pálinka. És ha már a pálinka betalált, következhet az éneklés. A katonák az összegyűlt vendégek tiszteletére a tüzérindulót is elénekelték az ünnepségen.